Helyzet a következő, mindenki kap egy szál virágot. Hogy a felvonuláskor, ahogy beérünk a Liget térre, nem megyünk egyből beték szembe fognak velünk állni, nem megyünk oda hozzájuk, hanem teszünk egy kört a téren. És a sofőr, mindenki lassít, kiad egy virágot, és visszamegyünk megint egy körre, és betéknél szintén felsorakozunk. Jön majd a lovaskocsi, akiket nem akarunk megzavarni. Hány lóerős? Yeah. Azért nem zavarjuk őket, mert irigyek lesz neki. A költ a Dika körül a fikkel? Még a Liget téren mindig. Még odáig nem ért. Erre ezzel kezdtek. Igen. Tehát jön majd a lovaskocsi után a nászmenet, és majd mi a nászmenet után állunk, hogy tényleg a lovakat ne zavarjuk, mert kevés a szorulést az eljött. Mert most mi bajod van? Mert hogy egy zsiguliba több ló van, akkor az már zavaró, vagy mi? Annyi van még, ami egy kicsit tetszett. Vagy a csérdőr kanos lesz. Van egy fasz a keresztedőr és a huszárgáv. Azt zárjuk le. Úgy, hogy összeszorítunk minden autót és addig nem lesz forgalom, vagy engedjük be a népet. Nem. Hát, hogy itt a jössz a végén, akkor zárjuk. Akkor ott úgy kéne átmenni, hogy mindenki a lehető legkisebb távot, de ne karcoljuk a lökhárítót. És akkor ne jöjjön be senkinek, fejt feljelentenek minket, de elvégünk. Meg is fizettél már annyit, nem szűk? Hát de most, hallod? Fura rendszámot! Ha feljelentenek meg, mondjuk össze van csavarozva a két autó. Bazd meg. Na menj azt, hogy pénzből kijön. Nem volt vontató kötél, mert Veres elvitte. Ez se találtál. Ki nem sofőr? Sok boldogság. Remény csak egy könyv. Gyakorlok! Harsai! Oli!
Yeah.